Ezeket a zsákokat és a munkához szükséges kesztyűket a várostól kapták az önkéntesek, akik ezt a nagy kupac szemetet összegyűjtötték a szombati Vigyázzunk Együtt Oladra Szombathelyre elnevezésű akcióban. A lakótelepen rendszeresen szerveznek szemétszedést, ezt most az Olada Mi Otthonunk közösségi oldalon, illetve a szombathely.hu-n hirdették meg. Az idei évben az volt a jó hír, hogy az eddig a legrosszabb terület, ott az iskola és a kiserdő, mi már csak így hívjuk a kiserdei terület, ami a legfertőzöttebb volt szeméttel, az az idei évben nagyon tiszta volt, de nem kellett aggódnunk, mert találtunk máshol olyan helyeket, ahol viszont sok volt még a munka. Most az üzletek vendéglátóhelyek környezetében talált inkább hulladékot a csoport, az akcióban több képviselő is részt vett. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ténylegesen Vigyázzunk Együtt Szombathelyre, ez a programnak is a neve. Én azért jöttem ki ide, ma Oladra, a lakótelepre, hogy tényleg egy kicsit szebbé tegyük a környezetünket. Nekem ez nagyon fontos, úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt a helyem. Annak idején 2010 és 14 között a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak voltam külső delegátja, és akkor kezdődött ez a Teszed akció, akkor is részt vettem. Szívügyemnek tartom ezt a Szombathely köztisztasági programot, és mivel Attila szomszédos képviselő, tehát kertszomszédok vagyunk, így úgy gondoltam, hogy a kertszomszédos eljön és segít a szomszédjának. Öt civil szervezet képviselői is gyűjtötték a szemetet, köztük a három éve alakult Nyugalom Szigete nyugdíjas klub tagjai. Rendszeres programjuk a természetbarát közösségi munka. Amióta meg van hirdetve, akár ősszel, akár tavasszal, bármi nemű szemétszedési akció, mi lelkesen részt veszünk. Itt van ugye lakótelepen a klubunk, meg itt is lakunk mindannyian. Szeretnénk, hogy a környezetünk elviselhető, élhetővé tudjuk tenni. Az összefogás közösségépítő erő is, hangsúlyozta Hegedűs László. Egyrészt összekapcsolja a generációkat, látszik, hogy vannak fiatalabbak is, vannak idősebbek is. Tehát mindenképp azt érzik az emberek, hogy ezért a lakótelepért, a lakóhelyükért tenni kell, és az a mottónk, hogy nem lehet addig kérni a várostól, a közösségtől semmit se, amit mi nem teszünk a közösségért. Az önkéntesek elmondták, hogy nagyon sok maszkot, elszórt törlőkendőt találtak a környéken. Csökkent viszont az eldobott PET-palackok mennyisége.